reggel, Vietnám! Csá! Szavaztok! Hello, Bence! Mi újság van? Minden oké? Okay? Hát, minden oké. Jó! Szavaztok, vannak problémák, gyerekek, körülbelül már egy órája próbáljuk elindítani, hogy felvesszük ezt a részt. Hát egy az, hogy ilyen 5 darab járművel indulunk meg, és még ráadásul, hát egy csomó küldetést meg akarunk ma csinálni. Bence kitalálta, hogy hogy lesz ennek a mikéntje, ugye? Úgyhogy pontosan. Eddig minden simán ment. Eddig tök jó sikerült összerakni a dolgokat. Innen fogjátok látni. Na, én átülök a kamaszba. Igen, én egy kamazzal megyek. Én pedig egy Zil 131-essel. Igen, és Bence még visz egy T-30. A T-31-et, meg a Volvo darut. Igen, meg egy pótot. Én meg viszánk egy küldetésnek. Hú, ezt mondd, Bence, hallod? Hogy volt ez? Ezt még el sem mondtad. Jó, akkor elmondom még egyszer. Na. Nos, ugye, aki ismeri a játékot, hogy vannak főküldik, meg mellékküldik, most 2 darab főküldünk fogunk megcsinálni, a Hub Recovery First Stage-et és a Hub Recovery Second Stage-et, hogyha megnyitod a mappot. Megvan, igen, rajd vagyok. Középen van az a parking zóna, ahova visszük a... üzemanyagot. Üzemanyagot, ott ezáltal megnyitunk egy benzinkutat, és a Warehouse-ból a második résznél elviszünk 4 darab alkatrészt, ezáltal megnyitjuk a Trader Store-t a benzinkút mellett, így lesz egy teljes értékű juhú! Központ szervizünk a map közepén. Nagyon szuper! Oké, okay. Vágjunk bele a lecsóba. Szerintem ez egy nagyon könnyű feladat lesz, feladatsor. Már erről látom, hogy nem nagyon fogunk szopni, ugye? Nem. Nem. Ugye? Ne így álljál hozzá úgy, ahogy én a tátrához. Várj meg, félek. Gyerekek, el se tudjátok egyébként képzelni, hogy... Azt hagyjad, azt viszem én majd. Nem! Nem, már itt van, nem! Nem, egyébként az volt a baj, hogy be volt húzva a kézifék, és tényleg, hallod? Elmondom neked, hogy most kiengedtem, és most gurul. Na, egyébként nem tudjátok elképzelni... Károlyában elmondom, hogy a Achilles sark az vontatott T26. Eddig csak a baj volt vele. Én meg elmondom, hogy itt látják, hogy milyen körülmények között próbáljuk összehozni a részeket. Itt van egy vintage traktor belállva a földbe. Olyan, mintha körülbelül bezuhan volna, de hát itt próbálgatjuk éppen, hogy mivel, milyen modokkal tudjuk megoldani a dolgokat. Figyelj, van egy kis bont, fölborult a T25. Ha megint? Nem, csak zihatlak. Hú, te. Minden flottul működik eddig. Nyomjad neki! Nyomom neki, csak hát mit látod, hátul van 4 kerék, aztán leért az alja. Basszus. Igen. Meg lesz ez a dombocska, aztán jó lesz. Egyébként gondolhatják azt, hogy most ez a kamaz, amivel vagyok én, az egy kicsit túl OP, de nem. Lesz alá tudja támasztani, nem OP. Lesz itt. El lehet akasztani azt is. Meg lesz itt még szívás, mivel a T25-ökkel, vagyis... Hát azért nem vedem T25-nek elnézést, ugye a T25-ös traktorok, gondolom ismeritek, elég gyakori. Azok ugye voltak a csak hátsó kerék meghajtásúak. Ugye ez a T31-es talán, az a verziója, az meg... Igen. Az meg összkerekes. Azt vettük észre, ez a különbség, de majd írjátok meg, hogyha valaki tudja. Hát jó, felpakoltunk. Na, egyébként ez most nem az én ötletem volt. Bence tervezte meg ezt a nagyon... És le is teszteltem, tehát működik. Nem lesz rínyálás, ha működnie kell. Tehát akkor a T20 vagy a 31-esekkel is hordtál agyagot? Hát nem hordtam, csak lejártam az utat. Üresen? Üresen, de mivel tudom, hogy egy fadoboszt fogunk vinni 4-szer. Aha. Te hallod, nagyon kellett neki, bazzer. Figyelj, kell! Tehát, hogyha megindul, én nem akarok leszállni gázpedálról, mivel... mint láttad, ha közel van a hasa úthoz, ezért képes elakadni. Jó. De hogyha nagyobb tempóval megyek, kirángatom az útból is, aztán csá. Ugye elmondom neked, hogy annyira nem is OP ez a kamaz. Hát én mondtam, hogy azt lehet az elején OP-nak érezted, de amúgy mész vele egy kilométernél többet, azt rájössz, hogy amúgy annak
ki tudnak jönni a bajai. Hogy nem olyan undó. Tehát ugrik, de... Ennyi. Belső nézet gyönyörű, egyébként. És még annyi háttérinformációt meg kell osztanom. Azt még nem mondtuk egy részbe se, hogy a multit fölvenni rohadt nehéz. Igen, vannak problémák. És nem azzal, hogy elindíts, hanem minden, hanem hogy a bodjaid meglegyenek. Igen. Mert például a Q3 2 részbe vettünk észre a másik közepén, hogy hopp, állíts meg pár mód. Igen. Nagyon nehezen szinkronizál, nagyon kényes a modokra, meg egyébként sokszor kérdezitek, hogy kell modolni. Oppa. Ami történik mögöttem. Leszakadt a pótom. Akkor azt hallottam. Pillanat. Megyek tovább. Oké, fölborult a T25, leszakadt a pót. Mindjárt fölállítom, aztán megyek. De jaj, nem megyek ott. Figyelj, kezdjük újra, menjünk vissza az elejére. De ne. Júj! Hogy a szeme álljon meg ennek a T25-nek. Ez megint fölborult szerintem. És ugye leszakítja a traileremet sajnos. És a nehéz fölvételhez hozzátartozik az. Ugye nehéz összehangolni is. Egy, kettő. De ma sikerült elsőre csatlakozni a multihoz. És minden módban is van. Igen, és tehát tök jó, mert megnézem. Most igazából harmadjára kezdjük le a fölvételt. Most ez nem akar összejönni. Igen, most csak egy ilyen, nem tudom mennyi, nem sok, egy másfél órája próbáljuk meg fölvenni ezeket az eseményeket. Úgyhogy igen, most ma jól megy. Ez 40 igen. Percet volt az, hogy előkészülünk, kiálltunk ugye a gépekkel, tesztelgettünk, mert hozzátartozik, hogy én úgy néztem meg ezt a dolgot, hogy azt hittem a T25-ökkel lehet kettes pótot húzni. Hát nem. Annyira egyedi a mód, hogy csak a saját pótkocsiait lehet, ami meg egyes. Mindegy, nem ezzel van a probléma. Én úgy jöttem el ide, szólóba, hogy ugye rajta nem volt pót. Csak a kettő traktor, meg a dan. És nem számoltunk, hogy hoppá, pótot is kéne hozni. Tehát most vagy az, hogy három kamion, vagy ez a vontatós módszer. Hát a... javaskodtam a három kamiont is, de... Várj, Bence, te elmentél akkor már izéhez? Oké, akkor én lerakom ezt a trélert. Eljöttem ide. Jó. És hozok ki majd egy T150K-t. Hogyha vontatni kellene, mert azért lesz probléma. Ne, hát nagyon komolyan. Ennyire lealacsonyodunk, hogy T150K-t igénybe veszünk. Nem kell az. Mindjárt megyek a T25-tel, azt leakasztottam, aztán megyek, aztán szállítmányozunk. Szuper lesz! Akkor hova menjek a farmra? Mi a farmra? Nem a farmra. Vagy ide Warhouse-hoz. Ja, már megint a farmra, igen. Igen, mert amúgy előző fölvételnél ez Farmhouse volt, minden volt, Warhouse nem. Az egy kicsit megzavart, meg most az zavart meg, hogy rájöttem, hogy a kamaz, az nagyon, annyira nem emlfél, hogy úgy beleálltam a sárba vele, mint a gerely. Na, ezért mondom, oda kell valami nagy húzóerő. Érted? Én csak oda akarom, tehát innen kimegyünk a izékkel. Ja, uh-huh. Ja, hogy ott, itt, hogyha valami nagy probléma van, de akkor tudsz valamit már, úgy érzem. Mondom, én megcsinálom, végig jártam a terepet. Oké. Jó, hát hogyha gondolod, hozz ide egy T-105-felkát, hogyha nagyon rángatik el. Ide értem, ugratok vissza. Karadja. T-150K, nem? Ja, hát ez nem. Egy, az szerintem jó. Ez egy K-100-at ne hozzunk. Nem, hát azért annyira OP-k nem leszünk. A Robikopát még azért valamelyik részbe ki kell próbálnunk. Jó, hát ez megvan ez a küldi. Nagyon jó. Oké. Most nézd meg, hogy a másik része felállókolódott-e. De szerintem fel kellett volna. Oké, nézem. Igen. Oké, azt aktivált be akkor. Oké, megvan.
Kár, hogy nincs ilyen vizitor, ilyen nézed, vagy valami, hogy lássam, hogy te merre, merre csangálsz, vagy meg tudjam nézni. Nézzél rá a mappocskára mindjárt. Ja, látom egyébként, ott mész, igen. Meg kellett volna ugratnom a vintage traktorba, ott láttam volna, hogy elfordulsz. Hát az a vintage traktor, az csodálatosan jó helyen van. Ne leugratok. Hát ez, igen. Tehát ez néha vannak problémák, meg néha már, mikor nem úgy akar összejönni semmi. Ezt lehet, hogy gyors megmutatom, ezt a, amíg odaérsz. Ezt a vintage traktort a nyugodtan srácoknak, hogy milyen az, amikor rakok rá súlyt. A garázsba? Igen, a garázsba. Nézzétek, srácok, erre tudunk rakni súlyt. Ilyen kisebbeket például. Pillanat. Mondjuk egy tisztodnásat így előre. Vagyis hátra. És így levesszük az elejéről. Igen, itt vannak. Úgyhogy érdekes dolgokat lehet ezzel csinálni. Csak az a probléma, hogyha ezt így kiviszed, akkor körülbelül használhatatlan kategória, de amúgy is ez a traktor. Úgyhogy igen, ezeket a modokat mindig le kell tesztelnünk. Ezért is van az, hogy a 9 órás kezdés, fél 11-re csúszott. Na, ideális időpontba érkeztem meg. Igen. Mehetsz is tovább, én itt szerintem itt leállok. Oké. Hát ez a traktor, ez lehet, hogy nem lesz olyan. Jó lesz az. Viszont nekem van kabinom, neked meg nincsen, Bibi. Hát, kibírom. Jobban szellőzik. Ja. Bár ilyen akkora, mint egy ilyen telefonfülkérdek a kabinja, de jó, jó. Szerintem sokan ismerik ezt a traktort. Azt hiszem, ezt szokta Fater mindig Vladimirnek mondani. Ezt a T25-öt, vagyis ez már 31. Már... Én nem állok le. Vagyis hát a daruval leállhatok igazából. Meg elfogadom a küldiket. Vagy a küldit, ugye. Látom, a kamazza jól leparkolt. Hogy ne? Van ezen difizár minden, úgyhogy jó lesz ez, érzem. Nem fogunk ezzel elakadni, hidd el. Jó lesz ez. Én hiszek benne. Te vagy a kételkedik benne. Kellett volna hozni még két pórkocsit, és akkor tudtuk volna a második a csörlővel, és akkor egy fuvarral meg lett volna. Dupla póttal. Persze. Mert nekem ez annyira nem adja a feelinget ez a T 25 vagy 26 31 vagy nem tudom minek nevezzem, mert nem tudom, nekem az MTZ az valahogy egyen jobban. Remélem egyszer fogjuk tudni használni a rábákat is, lesz kihívás. Rendes kihívás, amikor szükségeltetik majd őket elővenni. Eddig túl könnyű ez a map, nagyon könnyű. Azt mondtad, hogy nehéz. Itt csak az első mappon vagyunk a régióban. Ja. És még csak az első főküliket csináljuk. Hát ez laza. Több mint laza. Ide jöjjek? Vagy oda mész? Oké. Okay. Jöhetsz igazából. Csak meg kéne fordulnod. Oda tolassak? Hát ahogy akarod. Ahogy érzed.
Csodálatos. Tiéd az ilyen kabrió, sportosabb. Szuper. De te, nem van az elől is ilyen, ez a fenyőmintás gumi, nekem ilyen gagyigumit raktam előre, én bolond. Ez fölfér erre? Muszáj lesz neki, mi? Reménykedek benne. Ez egy kicsit olyan egyen nagyobbnak tűnik, mint a maga a pótkocsi. Előbbre menjél? El tudod kötni? Nem jó erre. Cargo management. Ja, nem azzal, de a V-vel is, ugye, a pack cargo-t nyomsz. És azt mondja, hogy impossible to pack cargo. Júj. Figyelj, nem olyan rossz ez, így rajd visszük. Igen, csak így nem tudod levenni. Igen, így nem tudjuk levenni. A cargo manager ment el. Várj. Vehicle part. Trailer nem támogatja ezt a kargót. De kurva jó. Hát ez az. Ez az. Akkor milyen kargót támogat, basszus? Ehhez izé kellett volna, ilyen flatbed, nem? Gondolta a halál, hogy nem fog belemenni. Figyelj! Valahogy nem lehet megoldani, most oda gondolkozok. Most meg lehet, most figyelj, most elmegyünk. És erre nem tudjuk felrakni a zílnek a pótjára? Arra lehet izét, kargót is, na. De baszki, arra négyet fő lesz. Na hát akkor megvan oldva azt a szavaszt. Asszom. Ó, te, hát... Na, így viszont nem annyira jó az a mod akkor. De nagyon le van redukálva, hogy mit tudsz vele vinni, meg mit sem. Igen, igen. Arra szerintem ilyen flat... flatbed kellene. Egyébként nem volt hozzá? Azt hiszem volt... Volt, de hát most... Fene se gondolt, hogy nem megy bele. Hey, more! Nem baj. Akkor pakolom azt, hogy majd elmész akkor az íle. Azon agyalok, hogy mit lehetne most még kitalálni ezekkel a T-25-ekkel. Figyelj! Álljunk már meg egy pillanatra. Agyalok. Agyaljál, én amit beállok. Figyelj! Oké, azt megrakod. Az oké, hogy utána elvisszük, de valamit a két T-25-össel én ki is találtam, hogy mit kellene. Tudod mit? Van a Farm Swim nevezetű mentős küldetés. Hú, de... És van itt egy, középen a szürke zónában még egy mentős küldetés. Na, azt biztos, hogy nem tudjuk megcsinálni velük. Na, jó, figyelj! Ez a kettő lesz. Oké? Okay. Annyi, hogy majd a darut, azt az egyik után utána kötjük, azért elvisszük, hogy hát ha körül. Azt mondja, utána kötjük. Na, hát figyelj, ne... Hallod a szavakat, amiket kimondasz? Próbálom, nem. De figyelj, ez így jó lesz, ez lesz. Mert most nagyon könnyű lenne amúgy ez a küldetés, így, mert egyből ugye levisszük, hát ez most ez nem ilyen. Úgyhogy... Gyere. Jó, igen, ezt nem néztem meg, hogy fölfér. De semmi gond. Utána kötjük a darut az egyik T-25-nek. Oké, ez tökéletes. Az a baj, hogy lehet, hogy üzemanyag hiányunk lesz. Dehogy is. Az lesz a legkisebb problémánk szerintem, mi? Szerintem is. Figyelj, akkor a pótokat hagyjuk itt a T-25-ét?
2T25-ét? Igen, föl is gyújthatnánk. 25-et, mert ez konkrétan hasztalan, amire kellett volna. Jó, figyelj, majd én húzom a izédet, a darudat, majd hogyha fölpakoltál, kiszállsz belőle azt, akkor hagyjuk is addig az illt, utána majd leadjuk. Legyen egy kis izgalom, egy kis szenvedés, egy na, enyhe szenvedés. Na. Nem enyhe lesz. T25-ökkel megoldjuk azt, addig nem tudom, le kéne itt. De most már ott van benzinkút, ugye a másik helyen. Igen. Hát ez nagyon jó, az nagyon jó. Várj, az... Mindjárt... Ó, és mellette van pont egy... hát itt csodálatos dolgok vannak. Az nagyon jó, de figyelj, van egy... K... Vagy egy T-150 K-nk, hogyha nagyon nagy szarba lennék. Figyelj, megvan a megoldás. Megvan a megoldás. Te azt megrakod, jössz az illel. Hova? Hova? Hát megcsinálj a küldetést, basszus. Ja, hogy most megcsináljuk, most már megcsináljuk, oké. Okay. Igen, mert újra gondoltam, hogy itt egy kicsit máshogy fog ez zajlani. Egyébként, aki kérte a daruzást, tehát a daruzást, hát most majdnem megkaptam, mert most Volvo-ba daruztunk. Vagy daruztam, de a tátrával is fogunk még, és meg fogjuk csinálni azt a téglamentős küldit is. Na várjál, oké. Okay. Föl is pakoltál? Hát mindjárt. Nagyon cool vagy. Most dehogy már úgy azért beszélt, hogy rá se nézted a rúla, mert akkor mérges leszek. megvan, nagyon jó. Figyelj, akkor az a dolog, hogy akkor az illel elmész. Figyelj, a darut azt akaszd már magad mögé. Mögé, aha. Figyelj, olyan... Ennek nincs hátulcsat. Hát de csörlőzni tudsz. Hát de csörlő sincs. Nincsen? Nincs. Hát akkor valahova, nincs valami opció. Hát oldalán van, de hát ez nem... Hát az a legjobb. Csináljam én, mi? Igen? Menjél te az illa, én meg menjek a dalúan. De várjál, hát kell a kettő izé, össze van kapcsolva. Kell a két T-150. Vagy két T-25. Mit csinálunk? Már meg vagyok zavarodó. Leadjuk a küldit. Igen, de ezeket el kell vinni mindent is. Tehát, ezeket hova? Majd meglátod. Meglepetés. De várjál, beülök a zilbe. Akkor, mondja meg, milyen pontjaink vannak. Az a lényeg, hogy kéne vinnünk, akkor a daru után az egyik T-150-et akaszt utána, léci. Jó? T-26-od, vagy 31-ed, vagy az Isten tudja. Várjál, az egyiket elviszem. Az elsőt, léci, pillanat. Jó lesz ez, érzem. Na, az jön utána. Nagyon jó. Vagy nem. Lehet, hogy nem. És akkor ezt a küldit leadjuk. Mi történt? Minden... Fölálltam a székből. De miért? Fölálltam át a gondolatmenetedet. Álva akarsz játszani? Rá kell feszülni. Jó, figyelj, haladjunk, csapjuk neki. Jön utána egy T-25-ös, így halál random. Jó van, érzem, hogy ebből érdekes dolgok lesznek. Az a lényeg, mindent elviszünk. Utána. Ott van alul az a mentős küldetés, kiszedjük azt a járművet. A szürke zónából. A T-25-ökkel. Igen, azokkal pont ki fog jönni. Nem fog kijönni, úgy érzed? Az egy mély gödör. Igen. Hát akkor legalább lesz kihívás. Az lesz. Lehet még a nagy dalú is ki fog jönni a mai részbe. Na, tehát látjátok, volt egy tök jó tervünk. Konkrétan nem tudom, 20 percig bírt az a tök jó terv. Jaj. Igen. Na, hát például ilyenek vannak, hogy hiába tervezzük meg a dolgokat,
Néha közben jönnek. Jaj, ez lehet, hogy föl fog feküdni ez a nagy... a pouch. Hát ne a kövek fele menjé. Minden oké. Okay. Vagy nem. Szóval igen, ezért vannak úgy a videók, ahogy. Lehetne gyakrabban is, de... próbáljuk azért minőségileg előre tervezni, hát nem mindig sikerül. Igen, ez a minőség, úgy gondoljátok. Na jó, megcsináljuk, figyelj. Érzem, hogy ebből probléma nem lesz itt. Jó, hogy így be kell kanyarodnom, mert az a T25-ös, az vigyázz be, az ott elősz téged. Hát húzzad majd, én irányba taszítom. Júj. Ne akadt! Ne! Hú, basszus, én sírok, vigyelt hallod. Nem tudom miért. Jó, de figyelj, haladunk. Ez itt tök jó megy, tehát most oké, hogy ott újra kellett tervezni, de azóta... Igen, hát ezt nevezik improvizációnak. Hogy megoldjuk professzionálisan a helyzetet. Az adódó helyzeteket. Honnan akarsz előzni? Lehet, hogy sehonnan egyébként. Na, figyelj. Van egy 10-50-ünk végszükség esetére. Meg van ez az OP daru, amit imádsz. Hát nem OP. Ez balanszed. Balanszed daru. De igen, az... ez egy kurva jó daru. És most állva játszol? Nem, már visszaütöm. Ezt nem tudom elképzelni. Vagy gyors, lenyugodtam. Még életemben nem voltam ideges annyira, hogy felálljak a székbe játék közben. De kipróbálom majd. Lehet, hogy mondja össze-vissza, elvesztjünk, nem adjuk le, izé, hát már nem elvesztettem. Már egy remegett az ujjad a kikapcsológomból, nem, hogy a számítógépet. Ezt én nem megyek be, nem? Nem. Ezt le is akasztottam ott a OP. T25-emet, vagy nem tudom mi az. Hát itt, hallod? Van baj. Megyek. Ma halad egyébként, csak nem annyira dinamikusan. Mert az is egy balanszert járni. Te tudtál valamit, hogy ide készítetted ezt a... Hát, mondom, én mindent megnéztem, azon két, azt kivéve, hogy az a szar belefér a pótba. Viszont tudod, mi kellene nekünk? Üzemanyag, nem? Kész a benzinkút. Csak azért, mert akkor be kell jönnünk. Na, adjál neki, Sanyi. Adjál. Eljöttek egy ilyen. Olyan dudáltam, hogy leugrott a tábla helyéről, ne viccelj. Most edd neki a rettenetes piddelt, mert itt ide tümmedünk. Nincs nálam gumicsizma. Hoppa. Várjál. Dobtam egy lasszót. Jaja, elkaptad a végén a vonóorgot. Hát ez a póttal van probléma, kicsit alacsony. Gyalulja itt a... Hát ez az egyetlen egy gyári pót, amin le lehet kötni a járműveket is. Uh-huh. És jól működik. Mert van másik gyári, de... nem éppen a jól működik kategória. Figyelj, megpróbáljuk a T25-ekkel a mentést. Ha esetleg... Nem hiszem, hogy úgy fog történni, hogy nem sikerül, de ha esetleg, akkor kihozzuk azt a T-150K-t. Jó? Jó. Fogja át a villanyoszlopra?
Hát csökkenve. Nem arra. Hát tudom, oké. Okay. Rohadt betonlapok megvezettek. Szerintem minden már csak minden bemegy, biztos. De... Bocsánat. Nem. Így. Oké. Okay. Barel! Hajrá, mennyi? Már kemény a izé. És akkor ez épül konkrétan, ez a valami? Igen, ne skippeld el, mert azt hiszem videó is van hozzá. Igen? Uh-huh. Ez marha jó, tök jó. Szuper! És ezért kaptunk 2400 pénzt. Hát nagyon surmú dolgok vannak itt. Hát itt nem a pénz a legnagyobb hozama, ugye? Az, hogy van egy benzinkút, meg egy trail store. Ja, ja, ja. Meg egy repair station is, tehát itt javítani is tudunk, azt hiszem. Na, figyú. Na, én átülnék az illbe, és le is adnám azt a pótot, mert azt szerintem nem fog kelleni. Aztán utána mehet a buli. Oké, okay, én kijövök innen. Akkor annyi. Én húzzam a darudat, vagy fordítva? Vagy te húzod? Megpróbálom elhúzni, hát, hogyha elviszi. Ó, hát itt van ez a... Hú, basszus. Hát ez nagyon laza lesz, érzem. Igen. Szerintem minden lesz csak laza, nem? Jövök, arra megyünk, arra megyünk. Erre megyünk? Mi a terved neked? Arra megyünk. Ne gyere. Basszus. Na, nézd oda, jön a darul is. Kedvenced. Mi történik? Laza a talaj? Nem. Haladjunk, haladjunk. Ez a vége. Stálja meg. Vigyázz! A madzagot. Pedig olyan lendületben voltam, hallod. Te az oldalával kötöttél rá? Valami nem stíbel, igen, most rájöttem. Meg lehet, hogy el kéne indítani. Az öngyint, a másik bejöjjön, jó. Ez így bár sokkal dinamikusabban fogunk haladni. Menjenek ezek a gépek, mi szaladnak. Ugye? Igen, csak úgy száguldanak. Vigyázz, mert tiéd kabrió levált, nagy menetszél lecsütt a szajtoddal. Ezért felvettem a sapkámat. Bekapcsoltam az engine-t ezen a darun. Jó, mert ez így tol. Látom. Te itt, milyen az a talaj? Hát, oroszországos. Hello. Nem is olyan rossz ez a T-25, ugye? Brutális. Lehet, hogy kell volna üzemanyag, nem? Nem. Vajon, nekem még van 38 liter. Ó, nézd oda. Nappali fény van. De megint kurva szerencsések vagyunk, mert nem esik túl. Igen, igen. Egyébként ez vajon befolyásolja a menet tulajdonságokat? Nem valószínű, ugye? Nem. Nem. Ennél jobban már nem tud felázni. Ja, igaz.
Hát ugye, ami még móka a játékban. Igen. A sáron kívül, azok a sziklák, ugye? Mhm. Uh-huh. De a jég. Júj. Hát még nem is voltam jeges talajon. Be is tud szakadni, ugye? Van olyan, vannak olyan helyek. Van olyan helyek, hogy be tud szakadni, igen. Az izgé. Jössz? Ó, megindultál, látom. Igen, meg már fellök ez a darud. Amúgy itt nem kellett volna bemenni? Nem, ki van számolva. Ja, hogy odébb. Uh-huh. Látom. És akkor ezt megcsináljuk, ezt a mentős küldetést. Itt jobbra. Pikpak kikapjuk a járművet, ugye? Mondtad, hogy ez a könnyebb. Aha. Várjál, elakadtam. Szóljuk, menjek menteni? De egyébként az a jó, hogy vannak fák. Milyen rossz lenne, hogy nem lennének fák? Ez is egy oltári nagy könnyítés. Itt vagyunk Oroszország erdejének közepében, hát csak van fa. Na, így itt. Oké, meg vagyunk. Na, hol van a jármű? Ott van benn. Ajjaj. Még mennyi közelebb? Közelebbről rosszabbnak néz ki. Oké. Okay. Jó. Honnan lehetne szerinted megközelíteni? Várj, leakasztom a darut. Szerintem. Úgy megsugom. Ezt a járművet el is kell vinni. Igen? Nőaj, de jó. Túl könnyű lenne volna kiszedni csak. Megközelítem. Ez egy Hummer? Igen. Ajjaj. Kotlik bele a... Nagyon mély a víz. Ki kell jönnöm. Jaj, segíts! Belekotlok a vízbe. Ez nem jó. Nagyon mély a víz. Köszönöm. Azt a betyár. Hát majdnem itten ide lett. Fönforgás. Megjavítom a motrodat. Mi van rajtad, javítás? A csőlő az elején, meg a kis szerszámos dugó itt az oldalán. Az igen. Javító pont. Na, akkor mi legyen a terv? Innen átadom a kezdeményezést. Figyelj, eddig kitaláltam. Hát örülök neki. Akkurátusan ugye megterveztem azt a folyamatot, hogy hogy jutunk el eddig. Látod, itt is vagyunk. Ugye? Jó, várjál. Még nem is tudok ügyre. Lehet, hogy meg kéne kerülni azt a sziklát, megpróbálni ott, nem? A másik felén van a felvevős része. Uh-huh. Figyelj, meg bepróbálkozok. Ott? De van! Ki a baj, ha menjek menteni? Oké. Okay. Aha, ja, ott a felvevős része. Uh-huh. Na lehet, hogy be is lehet gázolni, nem? Igen, innen be lehetne, csak kérdés, hogy... Hogy? Mármint onnan, ahol van a felvevős része, ott nem lehet bemenni, ott ment be a Hummer is elvileg, ugye? Vagyis úgy van meg komponálva itt az egész. Hát olyasmi, de... Nem minden az, aminek látszik itt. Azt a betyár, hallod? Ez itt egy eléggé veszélyes móka. Látsz engem? Ja, igen, ja, igen. Igen, itt vagy, aha. Meg itt a sziklákon megyek, ez nem a tapadásáról híres. Jó, hát figyelj! Ha én itt kotlok le, egy méterre a parttól, méres leszek. Fölállsz meg itt majd. Felpattan a székből. Ja. Nem, be kellett csuknom az ajtót jobban behajtani. Neked nincs is ajtód. Kabrióval vagy.
Ja, kicsit lendületesen vesik. Az a probléma, hogy nekem így figyelj. Majd lehet, hogy állítani kell rajta. Gyere. Megfog. Na megjöttem. Jó. Jó, legalább a taskot fel tudom venni. Ja, felvetted, jó van. Oké. Okay. Nagyon jó. Na, mi újság? De nem kaptál damage-et amúgy, tehát ez... Hallod? Kabin. Akkor nem az oldalad volt. Jó az. Várjál, szép az olyan. Tervezünk. Jó, ki van dolgozva, mi? Aha. Na, akkor innen meg... onnan bal oldalról kéne, de közelíteni. Innen most tök jó, hogy elmélegetem. Lehet, hogy ez a kabin nem volt jó ötlet, akkor egy böcek nem akar felállni tőle. Nem tudom sehova rádobni. Ja, én nem tudom. Nincs autónom, csörlőm. Mi újság? Látom, erővel akarsz neki venni. Uh-huh. Hát... Nem megy a föstésem. Kibírod. Nyakad nem törött, ki van kabinod. Igen. Szerintem nem a oldala. Az elejére. És akkor lehet, hogy... És akkor így átbillenne lehet. Úgy-úgy, figyel, így lesz a jó. Vitt nekünk Hammert menteni, hát... Figyel, azzal dolgozunk, ami van. Diffizár mindent, tegyél neki! Ez az. Nem érzem, hogy akkurátusan jobb. Ó! Oda néz! Ó! Nagyon rossz szögbe estél. Hát, de hogy próbálkoztam, hogy... Ja, mert a tetejére meg nem lehet akasztani. Oh, figyelj! Egy akkora krátert ütöttem itt a vizével. Ah, most az nagyon jó lesz. Jaj, de jó. Az tökéletes. Kösz. Így van, ennyi. Izzik. Na. Ó, te mész be oda. Már megyek is. Azt akartam mondani, hogy figyelj. Már kitaláltam innen, most így ráérő időmbe. Nézelődtem, hogy hogy lehetne, és figyelj, olyan taktika van, mindig a növényzetet kell benézni, hogy ugye merre, ott van onnan növényzet, ott van talaj. Ja, izé. Úgy. És hogyha magas a sás? 3 méteres sás nincsen. Figyelj, úgy tolatok be, az lesz veled a trükk. Figyelj. Elhoztuk a darut, de minek? No problemo. Mindjárt megvincselem, azt kirántam. Pillanat alatt, hallod? Tudod, hova kell vinni amúgy? Nem akarom. Nem akarom tudni. A faluba kell vinni. Az nincs messze, nem? Nincs, csak rossz az út. Na figyeld, az a baj, hogy dangerous. Hoppa, megvincseltem, tessék! Innen már megvan oldva, ugye? Bekapcsolom rajta a motort. Nem kapcsolom be. Nem fog működni az a motor. Nem kapcsoltam be rajta. Túl egyszerű lenne. Figyelj! Nem mondó vagyok, hogy lehet, hogy ez nem fog bedni. Lehet. Menjek a darújér, vagy mész a darújér? Megyek. Jó, szerinted elhúzzam a T-150K-t biztonság kedvéért? Csak úgy, hogy itt legyen. Figyelj, kitaláltad. Akkor most csináljuk meg így. Ne! De. Ha nem borul fel a darú, akkor most csináljuk így. Hoppá! Kihúzom! Oda nézd! Oda, igen. Dick, figyeld! Csak az a baj, olyan mélyen vagyok, hogy új, hogy nekem nagy baj van itt. Kicsit kijebb kell húznom. Azt a hallod? Nincs itt izé appelláta. Megett a darútól, igen. Figyeled?
Awesome. Vittek a mamadik. Hova kell vinni? Mert akkor viszem gyorsan, elugrok vele. Azt mondja, elugrok vele. Hát a faluba. A faluba. Kicsit... Rá kell jönnöm, hogy hol a faluba. Hát ott a... Amit most megcsináltunk, az alatt. Hát én most miért nem látom a faluk? Ott ahol van az, hogy house. Igen, igen, a house. Na, ja, akkor az. Oké, szuper. Nagyon jó, akkor elugrunk vele gyorsan. Csak gyorsan tudunk menni. Na, akkor kikapom innen, vagy nem tudom, mi legyen. Várjál, hát hogyha már ide hoztam a darút, egyet jó. Nézzünk már meg. Jó. Kár, hogy nem hoztunk pótkocsit, mi? Milyen kár? Hogy kiemeltem a sárban volna fény. Nagyon komoly. Én menekülök ide. Fejbe csapsz az a nagy izével furkós botta. Hát hogyha azt kiemeli a daru, azt a hammert. Pedig kifogja. Mert van a tetején is csatlakozási pont. Wow, az tök jó. Ezeket fölkészítették arra, hogy ne. Hát nagyon full. Jó, nehéz. Ja, nehéz. Kúlog vagyunk. Hát, de amúgy figyelj, egy nagyobb darúval könnyen, simán. Kit tegyem? Valahova? Nem tudom, faluba. Faluba, kösz. Várj, hol tudunk kivenni ebből a izéből, dzsuvából? Hát, arra fele kell. Az a baj, hogy... Föl kell menni a sziklákra, viszont azt meg kell kerülni, látod? Ah, hát oké, akkor dob le, aztán valamit küzdünk, nem? Ide már csak elvisszük, vagy valami. Menjek kicsit arra. Könnyű azt mondani. Na, indulj meg, te! Jó, hát... Épp, hogy egy pillanatra megakadt. Urakem, meg most megakadt a játék, de miért? Why? Oké, okay. Meg vagyok. Szinkronizálta, hogy lettem, szerintem. Oké. Okay. Na. Ott jó helyen mondom. Aha, figyelj, azt nézem, hogy amerre én állok... Arra kéne menni. Arra kéne kimenni, ugye? Valamerre. Aha, arra, jó, oké. Ott kellene szembe kimenni, ugye? Igen. És akkor ott föl a sziklánál balra. Jó. Figyelj, akkor... Elugrok vele. Megyek vele, tehát. Persze, oké, csak hülyeskedtem. Nyilván nem hiszem, hogy nagyon ugrálni fogok. Hát, igen, az ugrálás része szerintem nem lesz majd, de... Na, indul ez, figyel, ne viccelje. Egyébként ez egész jól viszi. Látom? Már kint van. Ide át kéne jönnöd. Az a baj, hogy... Ott szembe a velem fel kéne menni ugye a sziklához, nem? De azt is csináltad, de szerintem ez... egyszerűbb megugrani itt ezt az átjövetet. Ott, ahol te mentél el? Na, itt. Végig megyünk itt ezen a parton. Azt tudom, hol vagy már. Ja, ugyanott, ahol bejöttél? Nem. Nem vágom, hol vagy. Na, villanat. Itt vagy. Ja, igen, oké. Okay. Veled szembe. Oké, okay. Oda kéne átmenni, jó. Igen. Jó. Lehet, hogy nem fog menni. Menni fog az. Ah! Akkor áthúzom darúba. Meg téged is.
Nem megy! Oké, okay, köszi. Jaj! Epa. Megvizsgáltam itt. Volt egy szép virág. Minden oké? Okay. Aha. Semmi gond. Húha. Na mi? Jaj. Érdekesen talpaltam le. Fasza, jó lesz ez. Tehát... Minden oké? Okay? Így. Tökéletes. Jobban is érzem magam. Hát gondolom. Na, akkor még egyszer. Na, az a daru egyébként egy kicsit jobb, mint ez a traktor, nem? Kicsit jaj, ne! Megint! Az a baj, oldaladra tudod csak nincsen, basszus. Várj, akkor elfordítom magam ezzel a fával, vagy valamit küzdök. Ez ugye nagyok a kerekeim. Na, így. Na. Szuper. Meg vagyok. Sőt, már ki is jöttem, úgyhogy... Már oké vagyok, oké. A izért próbáld meg ezt a... Csak most meg ott egy fa. Jó az. No problémo. Emeld már! Egyébként én lehet, hogy át kéne, ennyi erővel átülhetnék a te traktorodba, nem? És akkor nem kéne itt átküzdenem magam. Meg azon szerintem egyen jobb kerék van. Elől is azért van. Normális mintázatú. Nem te át is ülhetsz. Szerintem az egyen jobb lesz. Ó, nagyon jó. Szerintem azért nem is kellek én ide, hallod? Hoppá, lehet, hogy mégis. De elszerítek különösz. Oké, mindjárt megyek. Aj, az az átkozott cikla. Amúgy jó lett volna a koncepció. Szerintem lehet, hogy egy én elmennék a T-150K-ért. Mert egy végtelen folyamat lesz ezzel, hogy kell elvinni oda. Nem? Mi gondolod? Elugolhatok ezt, addig próbált felállítani a traktort. Traktort? Darut. Hát ezt szerintem hagyjuk. Hagyjuk itt. Szegény. A szegény darul nem maradt. Visszaugratjuk majd. Hát idáig lealacsonyodni. T-150K-val kiúzni azt. Egyébként az nagyon rossz, hogy nem lehet két járművel egymást húzni. Ez egy hülyeség. Hát igen, az úgy azért kellene. Na, a te traktorod jobb. Nem van nekem az első gumikkal, vagy nem tudom miért. Viszi mind az őrület. Most egész jól megindultam. Mi már kiúsztad? Viszont. Viszi mind állat. Az enyém szerintem valami gagyi gumit hagytam elől, és az ilyen nulla tapadású. Tök viszi. Nagyon jól.
Csodálatos borról. Akkor itt kéne felmennem balra, mondja, megnézek egy mapot. Figyelj, úgyis el fogok akadni. Úgyhogy valami majd lesz. Még. Te meg merre vagy most? Aha, ott jössz. Jó, oké, pont azon az úton megyek úgyis. Te erre kell jönnöd. Oké. Ha nagy szar lesz, akkor majd összekapsz. Komolyan mondom, hogy ez kellemes így. Nyakik sárosör. Na, ez a, ugye ez a hátránya, hogy hát nincs rajta kabin, de hát na. Ja. Rendesen máron megjelen szembe. Kicsit ilyen izéért érzésem van, ilyen War Thunder vagy World of Tanks. Basszony, nem is volt kapcsolva a diffuser eddig. Ezt úgy is vittem, most kapcsolta a diffuserát neki. Ó, hát ez nagyon-nagyon epic. Szerintem itt fogok elakadni. Ez elég időle ez az út. Ez a kis cabrio, ez jobb. Ez jobb. Ez a másik. Kevesebb az a súlya. Egyébként lehet még az is, nem tudom, hogy az mennyire befolyásolja, de szerintem simán létezhet. Ne, mert én nem is az úton megyek, hogy mind megyek én. Ide. Hi! Oda nézz, itt felhúztam, hallod? Minden itt, nagyon megy. Próbálkozok. Mennyire veszélyes, szar az út? Nagyon? Hát nagyon dől, de... Majd meglátod. Jézus Mária. Jajjaj. Jössz velem? Vagy mentesz? Vagy mi a terv? Mert szerintem nem biztos, hogy még üzemanyagban is sokáig fogom bírni. Van 20 liter bennem. Percenként 2 liter teszik. Úgyhogy lehet, hogy ez itt mindjárt megadja. Tök kár, hogy nem lehet kettőt két géppel vontatni, ez nagy hátrány. De akkor rád veheted ám, nyugodtan. Lehet, hogy effektívebb lesz. Ó, dehogy. Ha vigyed csak, hát. Ha már kitaláltad, hogy mentsünk járművet ezekkel a kis traktorokkal. És akkor a következő részben mi lesz? Főküldetés? Csináljuk meg a többi melléket. Már igen? Nem sok. Hú, hát ez tényleg dől ez az út, basszus. Egyáltalán nincs sok már. Ez a T120, vagy a T25-ös, vagy T31-es, vagy 26-os, nem tudom. Egy kicsit, mintha most OP-nak érezném. De nem biztos, hogy ezen az úton így elrágatna egy Hummert. Van benne akarat. Van benne akarat, igen. Mindjárt rakok neki egy highway-t. Ez az. Azt a betyár! Mi van? Mi van? Meg kell menni, mi történt? Úristen, hallod? Ez nem volt jó ötlet. Láttad, mi történt? Láttam. Így kilőtt. No, várj, lehet, hogy ez működik, csak most nem akar elindulni ebbe. Na, mindjárt teszek neki még egy ilyet. Ugye fedezékbe, itt a, lenne a light, lefele. Merre kell mennünk? Hogy... Jó felemész.
Jó, fele, mindjárt teszem neki a highway-t, figyeld. Vagy hát, ja, jó fele mész, igen. Itt balra kéne majd fordulnom, ugye? Hát teszem neki, figyeld. Hoppa! Jó, mondjuk ott a végén el fogsz szakadni. Figyelj, torony irány, ne szórakozzá, ezt figyeld. Itt torony irányt? Uha. Highway-be, oda né. Kicsit kiverém a saját fogamat a... Kormánya, igen. Azt a betyár, mi történik itt? Csak nem highway-ra váltót tettem bele. Ez eléggé megy, na. Most én nem tudom merre kell menni sajnos. Jobbra. Oké. Okay. Nem merek leszállni a gázról. Jó, lekotlott. Lekotlott. Ennyi. Lekotlottunk mindjárt. Ugye egy kicsit adok neki egy kis lendületet, azt a highway. Ugye, na, most! Ó, nem bírta. Nem volt elég lendület. Hülyen csináltam, nem ahogy mondtad, hogy nem nyilakkal, hanem egérre akartam. Ez kiropta a sebességet. Na, highway. Ez az. Faszta betyár. Jó, nézek egy belső nézetet. Azon is jó. Meg lehetett oldani, látod? Hát jó, oké, ha nagyon akartuk volna, megoldottuk volna a darul nélkül is szerintem. De... Hát. De, ja. Nagyon easy volt. És akkor ez a rész ennyi? Ahogy érzed, de szerintem elég. Szerintem elég, igen. Jó, oké. És akkor a következő részben még mellé küldetés. Jó, ahogy. Te vagy a főnök, én csak néha, amikor ilyen improvizációra van szükség, akkor csinálom itt a... Jobbnál jobb ötletet. Igen, jobbnál, igen. Amitől föláll a gépnél, és nyúl a izé a reset felé. Ja, eszeteljük az egészet. És már úgy volt, hogy már több mint fél órá megy, most lehagy már meg, hogy fölvegyek újra, baszki. Húj. Hú, basszus, nem megy a felvétel, hallod? Nem baszó át. Nálam megy. Ez egy darus baszakodásra ott elindítottam az elején. Tudod még mikor készültünk azt, hogy mondtad, hogy hát én simán bedarozom a traktort a pótba. Ja, igen, aha, ja, hát az, hallod, az, ami ott történt, az nem történt meg. Hát ez a highway-be, hogyha fel tudsz kapcsolni ezzel a traktorral, akkor az, a tököd leszakad, úgy megy. Körülbelül. Sok jármű ilyen, hogyha benn van a... Nem a highway, hanem az advanced váltó, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Ami ugye minden sebességet megad. Föl tudsz kapcsolni a highway-be, akkor nagyon jó tud lenni. Ajaj. De például a T-150-ben ez a highway. Aha, valami... Opp. Ez egy kicsit beszorult az első kereken valahova. Bassza. És valamelyiknél egyébként az automatában jobban megy, mint highway-be. Igen. Ez vicces egyébként, hogyha nem rakod be rendesen, akkor konkrétan kidobja a sebességet. Ja. Na hát megjöttünk a faluba. Csodálatos, ugye estére. Megyek tököket törni. Egyébként még tényleg az nagyon adná, hogyha ki lehetne szállni a járműből, és nem tudom, körülnézni, vagy...
Bár lehet, hogy akkor meg már túl nem lenne szép a grafika, textúrák nem elég élesek lennének, hogyha ilyen nagyon közelről tudnád szemlélni. Ez egy eléggé kaotikus részlet, de egyébként megcsináltuk a kettő darab főküldetést, ugye? Vagy két részletét az egyiknek. Hát az két külön küldő volt. Megcsináltuk meg egy mentős küldetést. És igen, nem volt olyan kaotikus, mint ami. Nem, ja. És egyébként nem... Tudjuk mi is nyilván, hogy ugye sokkal OP-bb járművekkel, sokkal könnyebben meg tudnánk csinálni. Itt van egy pótkocsik, nézd oda. Igen, ezt valamelyik mentős küldiné hagytuk itt. Látod, egy ilyen pótkocsira fölfér volna ez a Hammer például. Ó, hát ez is meg lett, csodálatos, yeah. Oké, akkor a következő részbe folytatjuk. Várja, a... oda megyek melléd. Aztán úgy. A kövi részben szerintem mehetnek a maradék mellé küldik. Oké. Okay. Azért jössz minden át. Kerítés, oké. Okay. Fasza. Mare. Együttem. Jó napot. Ide beállok a kapuba. Volt kapuba. Apa. Ezért csinálunk egy... mi az? Traktor poolingot esetleg? Figyelj, adok előnyt, hogy... Aha, adok előnyt, hogy te mehetsz lejtőnek lefele. De nem? Nagy kedvesség. Nehogy azt mondta, hogy... Várjál, nem úgy. Oldala. Amore. Én meg izéltem, csörlöztem egyet az oszlopra. Oké. Megint az oldala lett? Hát, két oldalán van, igazán. Na, mehet? Hát. Menekül a gyáva! Húzd be a kéziféket. Oké, okay, jó. Figyelj, rakok neki egy rettenetes, most készüljél. Most véged lesz. Te neki mentél egy fádalak, azért nem bész tovább? Igen. Jaj, hoppá, most azért megrántottalak, úristen. Mert tolattam. Ja. Hoppá. Nálam ott van egy deszk, és abba felakadtál. Igen, na egy pillanat. Nem látok rendesen, azt ez volt a probléma. Vaj, most. Figyelj, az utóbbi egy... Ne a fának. Úgy. Elhúzlak, az lehet a baj, mi? Elszakadt, jó van? Vagy nem tudom, hogy... Ja, elegettél? Elmegy, nálam bebugolt egy te... De kerítés dolog, amit hoztam magam, és lebeg. De megpróbálhatjuk. Csak hogy biztos, ami biztos. Persze. Ez nem volt eddig fel. Igen. Na most nyomjad neki. Hát határeset egyébként. Határeset? Még húzlak a csőlőbe és hagyjad már. Mi a határeset? Azért próbálkozik szerencsétlen. Jó, hopp, föltekeredett a fára, tessék. Eddig nem bírja már. Na hát azt lehet, hogy azt bevetted a csuklóhoz, úgyhogy... Hát az bement. Na várjál. Oklosba. Nem olyan rossz egyébként ez a traktor. Komolyan mondom, használható. Nyilván... nem lehet összehasonlítani nagyobb gépekkel, de hát... Amúgy nem rossz, szerintem. Persze. Egy kicsit ez a highway fokozat, ez egy kicsit vicces, hogy mit művel ilyenkor. És figyelj, highway-be bevegyek ebbe a nagy dzsúvába. Ez az. Highway-be átfogtam a pattó. De érdekes. Na jó van, oké. Akkor köszönöm a figyelmet, srácok. Köszönöm Bencének is, hogy itt volt. Igazán egy élmény. Hát azt mondtam, úristen. Na, köszi szépen, srácok. Csáááá!
Sziasztok!